Múlt hét folyamán szokásos Kossuth Rádiós pénteki interjújában Orbán Viktor azt mondta, hogy a kormánynak, az államnak nem szabad túlzottan beavatkoznia a gazdasági életbe, csak annyi hatásuk van, hogy meghatározzák, hogy mennyi legyen a minimálbér. Ebben az interjúban egyébként szóba került a kötelező oltások kérdésköre is. Érdekes módon itt már kevésbé volt tapintatos, főleg ha a gyakorlatot nézzük, ugyanis azt látjuk, hogy zsarolják az embereket, ezért szervez a Mi Hazánk Mozgalom november 20-án, 3 órai kezdettel az Alkotmánybíróság épülete elé egy tüntetést. Üzenetünk egyértelmű és világos, ne zsarolják az embereket, mindenkinek legyen joga dönteni saját sorsa felől, ne legyen tehát kötelező az oltás. De visszatérve eredeti témánkra, a Mi Hazánk Mozgalom viszont azt mondja, hogy az államnak igenis joga van, sőt be is kell avatkoznia a gazdasági életbe, ennek több oka is van. Egyrészt ugyebár az, hogy a rendszerváltás után a rabló privatizáció folytán hatalmas versenyelő erőnybe kerültek a multik, a kis és közepes vállalkozásokkal szemben. Ez óriási versenyhátrányt okozott a mai napig kiterjedően, így hát meglehetősen cinikus azt mondani, hogy szabad a verseny, mert hát piacgazdaság van. Mi ezt a fajta vadkapitalista piacgazdaságot nem fogadjuk el, helyette egy magyar érdekű, szociális piacgazdaságot vezetnénk be. Így hát Orbán Viktorral ellentétben a Mi Hazánk Mozgalom azt mondja, hogy a kormánynak igenis van eszköz a kezében arra, hogy befolyással bírjon a bérekre. Ezeket az eszközöket a Mi Hazánk Mozgalom használni is fogja, hogyha lehetősége lesz rá. Ilyen eszköz például, hogy a kormány megtehetné, hogy emelje az állami cégekben dolgozók bérét, de ténylegesen emelje, ne csak jelképesen, ami által olyan piaci folyamatokat indítana el, hogy a multik is kénytelenek lennének ehhez igazodni, de ebben az esetben a kis és közepes magyar vállalkozásokat egyébként védenie kellene a kormánynak. De ami mindennek az alapja, az az, hogy az államnak, a kormánynak be kell vezetnie egy merőben új bértáblát. Egy olyan bértáblát, amely valamennyi munkahelyre vonatkozik, legyen az akár állami, akár magánkézben lévő cég. Tehát foglalkozás szerinti szegmentált, egyedi minimál bérekre van szükség, ami azt jelenti, hogy ennél kevesebbet nem, csak ennél többet kereshetnének. Ezek az egyedi minimál bérek egyébként jóval magasabbnak kell, hogy legyenek, mint az általános minimálbér, amely így pusztán formalitássá alakulna. Ez egyébként egy működő gyakorlat, mégpedig Svájcban. Ha van politikai akarat, akkor ez itt is megvalósítható, ezt a politikai akaratot képviseli a Mi Hazánk Mozgalom. Persze, természetesen erre bárki mondhatja, hogy jó, de Magyarország nem Svájc. Ez így is igaz. Tehát ezzel nem szállhatunk vitába, és felelősséggel nem is ígérhetjük, hogy ezt egyik napról a másikra meg tudnánk valósítani, hiszen ahhoz önálló erős nemzetgazdaságra van szükség, amely a Viradar programban is le van írva, hogy ennek egyik pillére a mezőgazdaság lenne, viszont azt hisszük, hogy kitartó, egy irányba mutató, nemzetépítő munkával ez megvalósítható.